Bólyák jelzik a baleset veszélyt a Dörzsik utca aljában. Sátoraljaújhelyben már többször előfordult, hogy fémtolvajok ellopták a csapadékvíz elvezető aknák fedlapját, az elmúlt napokban pedig egy komplett rácsrendszert tulajdonítottak el a városban, amivel nem csak kárt okoztak, de veszélyeztetik mások testi épségét is. Ha valaki egy késői órákban ezt nem veszi észre autóval, vagy motorral, vagy biciklivel, ott akár halálos baleset is történhetett volna. És jó, ha tudja mindenki, hogy a parlament szigorít a jelenlegi törvénykezésen, egy fedlapnál, vagy egy ilyen esetben nem a vas értékét veszik figyelembe, és ez nem egy szabálysértés lesz, hanem ez egy veszélyeztetés. Tehát sokkal a komolyabb bűncselekménynek számít majd, mint korábban volt. Ahogy korábban, úgy most sem volt az esetnek sem szem, sem fültanúja. Legalábbis nem jelentkezett olyan személy, aki látta a történteket. Ezért a város polgármestere arra kéri Sátoraljaújhely polgárait, hogyha valaki hasonló esetet tapasztal, jelzésével segítse a város vezetőinek és a rendőrségnek a munkáját. Én arra szeretném kérni az újhelyi polgárokat, hogy ha rendszámot látnak, és nem akarnak éjszaka a rendőrségre telefonálni, mert úgy gondolják, hogy nekik ebből bajuk van, akkor másnap nekem telefonálnak, majd én megpróbálok eljárni a rendőrség felé, csak kapjak egy telefonszámot, vagy ha ismerik az illetőket, akkor mondják meg, hogy kik voltak, akkor mi majd utánuk megyük. Jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, összefogunk majd, és elfogjuk ezeket az embereket, mint ahogy ezek általában meg is történnek. De szükségünk van az öntudatos újhelyi polgároknak a hozzáállására. A városellátó szervezet a baleset veszély elhárítása érdekében pótolja az ellopott vízelvezető rácsot a Dörzsik utca aljában. A tolvajokat pedig 3-tól 5 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik tettükért.